Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Itt a képek mutatják, hogy mi történik a pénteki napon. Itt a koporsók jelenthetnek egy örökösödési ügyet. De ebben a helyzetben légy óvatos, hiszen a háttérben megjelenik a ravasz róka, valaki be akar csapni téged. De itt a nap szimbóluma jelenti azt, kiderül majd az igazság. A kártyák jelenthetnek valami mást is. Például, hogy van egy hamis személy a környezetedben, vagy van egy hamis személy az ő környezetében, aki figyelgeti, vagy rosszat akar, de ez a kapcsolat lezárul, hiszen a koporsó ezt le tudja zárni. Miután ez lezárult, kisüt a nap, kiderül az igazság, ő átlát ezeken a dolgokon. Szombat, az itt látható. Ez a kép szimbolizálja a felhőt, hogy valami átláthatatlan. Itt a fa szimbóluma jelenti azt, hogy vagy te, vagy ő, vagy mindketten keresitek a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. Itt van a mozgás, egy bizonyos irány, de ez még átláthatatlan, hogy tényleg ez a hely az, ahol a biztonság érzete megvan, hiszen a felhő jelenti azokat a dolgokat, ami átláthatatlan. Itt a fa szimbóluma jelentheti a gyógyító erőt is. Lehet, hogy beteg vagy, vagy valaki a családban, de nem tudjátok azt, hogy melyik irány hozná a gyógyulást. Itt az egészségügyi témák jelenthetik a munkát, a hivatást is, hogy ezen a területen dolgozol, szeretnél mozgást, változásokat, de még valami átláthatatlan. A felhő itt jelenti az időt is. Mégpedig fél évet. Ez lehet a múlt, hogy valaki visszatér az életedbe, és azokat a dolgokat éled újra át, ami fél évvel ezelőtt volt. És valószínű egy férfi itt mozgásba jön, és itt rendeződnek a dolgok, megvan ez a gyógyító erő. A fél év lehet a jövő is, hogy fél éven belül megtalálod a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a munkahely, ez lehet a lakhely, ez lehet egy családi kapcsolat, vagy a párkapcsolat. A vasárnapi nap itt látható. Az ostor az fáj. Vagy valaki megbántott téged, és bocsánatot akar kérni, hiszen itt van a tisztaság, folyamodnak az események, tisztázódik valami. És a gólya akkor jelenti a változásokat. Az is lehet, hogy vasárnap valaki jelentkezik nálad, nálad megvan ez a tiszta gondolat, ezek a tiszta érzelmek, valahogy érzed, hogy ez a személy, ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is, rossz indulattal közeledik hozzád. És a gólya jelenti azt, hogy megváltozik a hozzáállásod. Az is lehet, hogy, amire a gólya utal, hogy szeretnél valamit változtatni az életedben. Ez lehet munkahelyi változás, költözködés, vagy a párkapcsolatban változik valami. Megvannak nálad a tiszta gondolatok, érzelmek, de valaki be akar folyásolni téged, sajnos nem jó gondolatokkal, nem jó szándékkal,
hiszen így a háttérben téged más irányba akar terelni, de a szándék az rossz indulat. Tehát légy óvatos. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!